Negyedik osztályos gyerekek figyelik az előadást a Pécsi Nagy Jenő utcai könyvtárban. A közelgő húsvéti ünnepről beszél nekik az előadó. Nálunk úgy szokott lenni, hogy tavaly jöttek a fiúk, és szódával elocsoltak minket. Az olyan izgalmas volt, mert egyértelműen akkor suli napja volt, és akkor még egyszer át kellett öltözni. Ezért nálunk így van mindig a locsolkodás. Kimegyünk a kertbe, és el vannak dugva az ajándékok. Én megkeresem, és anyáiknak is nagyobb ajándékot szokott hozni a nyuszi, és én is odaadom anyáiknak az ajándékot. Ezt mondták el az otthoni ünneplésről ezek a lányok. Most arról hallhattak, hogy az Európai Unió országaiban milyen szokások vannak, mit tesznek húsvétkor az emberek, hogyan ünnepelnek. Egy francia faluba megérkezett anno Napóleon a nagy hadseregével, is éhesek voltak, és 4500 tojásból kellett egy hatalmas omletet készíteni, és ezt azóta is azon a településen minden húsvétkor elkészítik ezt a hatalmas omletet. Vagy beszélünk arról is, hogy Rómába, a Szentpéter térre, a Vatikán központjába a pápa húsvéti áldásához azt a sok-sok gyönyörű virágot, azt Hollandiából szállítják ilyenkor húsvétkor, de beszélünk arról is, hogy van, ahol ez inkább tavaszvára ünnep, és nagyon sok sporttal ünneplik. A húsvéti ismeretek mellett magáról az EU-ról is többet megtudhatnak a gyerekek az előadások alatt. Belecsempészük egy kicsit a földrajzot, térképen a gyerekek megtanulják, hogy melyik tagállam hol van, vihetnek is haza magukkal egy térképet. Beszélünk arról, milyen fontos a többnyelvűség, idegen nyelvet tanulni, hogy eljussanak majd ezekbe a tagországokba, és most először általános iskolásokkal kezdtük ezt a programot. A pénteki volt a harmadik alkalom, hogy interaktív előadást tartottak a gyerekeknek. Az irodavezető azt mondja, szeretnék folytatni ezt a programot még ebben az évben. Hogyan töltik az adventi időszakot az Európai Unió országai, akkor erről beszélnének a fiataloknak.